Maja Lönde, hónővér, 24. fejezet. Reggeli után felöltöztem és kimentem a levegőre. Anya, apa és Augusta a legutolsó karácsonyi előkészületeket akarta befejezni, de nekem más tervem volt. Johnhoz indultam, a legjobb barátomhoz. Nem szóltam neki előre, hogy megyek. Nem mertem, attól tartottam, hogy nagyon harik, haragszik rám, és azt mondaná, hogy ne is menjek. Jóval előbb megláttam Johnt, mint ő engem. A kedben játszott, az útnak háttal nagy hullabdákat görgetett és várat épített belőlük. <kül> Rossz érzést töltött el, a hátát meglátva. Rettentően szomorú hátnak tűnt, és nagyon magányosnak. Oda siettem a kerítéshez. Szia, szóltam bele rajta. John valószínűleg nem hallotta, mert tovább görgette a húlabdát. Az egyre nagyobbra nőtt. Szia, szóltam újra. Most talán végre meghallotta, mert megfordult és észrevett. Szia! Üdvözölt! Szipogott egy kicsit, talán meg volt fázva, és a havas, törölte meg az orrát. Oda nyújtottam neki az ajándékot, ránézett, de nem nyúlt érte. Mi ez? kérdezte. Ajándék. Feleltem. Miért? Karácsonyra. De mi ez? Azt nem mondhatom meg, mert különben este nem lesz érdekes. Ó, oh, mondta John. Aztán végre kinyújtotta a kezét, és elvette. Köszönöm, mondta, szívesen, válaszoltam. Az ajándékot zsebre dugta, aztán visszafordult a hólabdájához. Tiszta erőből nekiveselkedett, de elég vézna lévén meg sem bírtam mozdítani. Ekkor összeszedtem a bátorságomat és átugrottam a kerítésen. Odaálltam John mellé. Nem néztem rá, nem mertem, csak elkezdtem vele együtt tolni a labdát. Nem szólt semmit, de hagyta, hogy segítsek. Együtt görgettük meg még néhány méteren át a mély hóban, és méterről méterre nagyobbra dagadt. Jó érzés volt Johnnal a kertben a húlabdát körgetni. Végül már ketten sem bírtuk tovább lökni, egy milliméternyit sem. Úgy tűnik ez már nem lesz nagyobb, állapítottam meg. Nem, ismerte el John. És mit csináljunk vele? Hát nem tudom. Szerinted építhetnénk embert, Ahhoz még két húlabda kell. Még kettő gondoltam magamban. Akkor még itt maradhatok egy kicsit Johnnal. Jó. Értette egyet, John, megcsinálhatjuk. Vagy, vetettem fel, építhetnénk várat, de ahhoz még sok hólapda kell, legalább nyolc, gondoltam, akkor pedig még tovább belemaradhatok, maradhatok, akár egy órát is. Hm, tűnődött John, hát, azt is lehetne. Nem is folytattam, tudom már, építhetnénk két várat, aztán, ha elkészülnek, rendezhetünk hócsatát. John rám nézett. Még mindig ugyanolyan komoly képet vágott, de aztán elillant az arcáról a komolyság, a szeme csillogott, és a szája széles mosolyra húzódott. Ez az, hócsata, lelkendezett. Ahhoz lőzárt is kell gyártanunk, meg ágyukat, és nevet is kell választanunk magunknak, saját királyságot, és tovább tervezgetett, csak úgy dölt belőle a szó, ahogy a jelek szerint belőlem is. Annyira örültem neki, hogy nevetnem kellett, és erre John is nevetni kezdett az a fajta nevetés volt, amit anya gyöngyöző kacajnak nevez, mintha kerek fehér gyöngyök gurultak volna ki belőlünk. Tovább szövegeltünk, aztán megint nevettünk. John a legjobb barátom, meg én. Jó sokáig ott maradtam, csak akkor indultam haza, amikor kezdett sötétedni. De megbeszéltem Johnnal, hogy már másnap találkozunk. A bárak ugyanis elkészültek, és készen álltunk a csatára. Szinte fut vetettem meg az utat a temetőig, először a mécseseket láttam meg, még több volt, mint előző nap, szinte minden síron égett egy. Sok sírnál emberek is álltak, kicsik és nagyok, öregek és fiatalok. Mindenki azért volt ott, hogy Szenteste még jobban vigyázzon a halottaira. Mégis siettem a sorok között, amíg Hedvig sírjához értem. Ott is égett egy mécses, a síron pedig nagy fenyők a lángvörös bogyokkal. Igazán karácsonyias volt, pontosan olyan, ami Hedvignek is tetszett volna. Herrik jól ismerte a húgát. Noha már ötven éve nem találkoztak. Végig simítottam a sírköven, és azt csuttogtam. Drága jó hónővérem. Egy darabig csak álltam ott, és a sírján tartottam a kezemet. Majd én gondját viselem a sírjának, gondoltam magamban, Herrikkel együtt. Reméltem, hogy Herrikkel továbbra is barátok maradhatunk, és elmondhatom, hogy így is lett. Henrik visszaköltözött a házba, addig kopácsolt, vakolt és fűrészált, amíg visszatért az eredeti fénye. És gyönyörű lett. Pontosan olyan, mint akkor ötven évvel ezelőtt, csak még hangulatosabb. De ez már egy másik történet. Talán ezt is elmesélem majd egyszer, ha szeretnéd hallani. Tovább mentem a temetőben. Egyre jobban sötétedett, és a temető látogatói fekete árnyékokká váltak. Három árnyék azonban kiemelkedett a többi közül. Azonnal felismertem őket, anyát, apát és Augustát. Már ott álltak Csugnó sírjánál, oda siettem hozzájuk. Egyikük sem szólt egy szót sem, de apa oda húzott magához, és a téli kabátján át is éreztem a testéből áradó melegséget. Anya félre a havat a sírkörről, ott állt rajta a nővérem neve Csugnó. Minden így el lehajoltunk, és együtt csöprögettük tovább a havat a sírkörről és az előtte lévő ágyásról. Aztán apa öt mécsest vett elő, letette őket a sír elé egy körbe. Öt mécses mondta, egy mindegyikünknek. A kör közepére anya egy cserépfehér virágot helyezett. Ez karácsonyi rózsa, mondta. Jól bírja a fagyot. Rózsa dzsúnónak, suttogta Augusta. Azt nagyon szereti. Aztán felálltunk, és szorosan egymás mellé álltunk a sír körül. Augusta meg én álltunk középen, anya és apa két oldalt. Az egyik kezünket a sír felé nyújtották, a másikat felénk. És így öten egy kört alkottunk. Boldog karácsony, Juno, mondtam. Boldog karácsony, Juno, ismételtük mindannyian kórusban.